az autóba, áramforrás hajt és... Marlovics Norbert gazdálkodó azt a 400 literes tartályt mutatja, amivel üzemanyagért jár a benzinkutakra. A tavaszi munkák igénylik a legtöbb gázolajat. A termelők költségeinek drasztikus emelkedése már tavaly kezdődött. Több millió forintba került már a mi gazdaságunknak az őszi munka a gázolaj plusz a normál évekhez képest. Aztán már akkor folytatódott egy vetéselti műtrágya áremelésben, tehát gyakorlatilag akkor már a komplex műtrágyák, amik több hatóanyagot tartalmaz, és ami igényli a növény az őszi alaptárgyázást a vetés előtt, annak az ára már akkor duplázódott. Ma sajnos azt kimondhatjuk, hogy a korábban 50-70 ezer forint között mozgó nitrogén, amit szoktunk vásárolni, péti nitrogén ára, az ma hát 250 ezer is a fölött tendál, tehát gyakorlatilag el lehet gondolni, hogy mekkora áremelkedés várható nálunk a termény árakban. A növényvédő szerek szezonja most indul, ezek árát többnyire a forint-euró árfolyam határozza meg. Mindent összevetve várhatóan idén az előállítási árak a duplájára nőnek. A vegyszerek 12-15%-kal emelkedtek, a gépi költségek pedig az üzemanyag ár miatt szintén rettenetesen. Számításaim szerint a 250 ezer forint per hektáros termelési költségére ezekkel az áremelkedésekkel körülbelül hektáronként 500 ezer forintra is felmehet a termelési költség. Aggódnak a gazdák az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai miatt, ami már a gépgyártásban is érezhető. A világ búzakereskedelmének harmadát a két ország adta, most az embargó és a harcok miatt leállt a szállítás. Ez a mennyiség most hiányzik. Ha termelésre sem kerül a sor, akkor az már a következő évet fogja sújtani, mert ezek a búzakészletek, amik most eladásra kerülnek, azt ugye tavaly adtuk le, azok a készleten ott vannak, csak a szállítási lehetőség eszünk meg. A magyar gazdákat, illetve a magyar vásárlóközönséget nem fenyegeti ez a veszély, hiszen kb. 15-20 millió embernek vagyunk képesek ráállítani a kenyerét Magyarországon. A gabona kivitelét leállította a kormány, a csapadék hiány viszont egyre aggasztóbb. Az Agrárkamara megyei elnöke szerint decemberben esett utoljára eső, az azóta eltelt 3 hónapban mindössze 20 mm csapadék hullott. A drasztikusan megugró termelési költségek mellett talán enyhíti a gazdák gondját, hogy a felvásárlási árak is megemelkedtek, de ez a szárazságot és a költségnövekedést nem tudja kompenzálni.